Jó estét kívánok! Mai témánk fejbe rúglak, úgy szeretlek, de egyébként is egy UFO-val csallak, te szemétláda. Mai első vendégem azt állítja magáról, hogy már háromszor is találkozott fogatlan földön kívüliekkel, de a látogatás több volt, mint egy harmadik típusú találkozás. A részleteket mondja elő maga Samantha. Jó estét, Józsi barát! Mónika vagyok. Ja, bocsánat. Jó estét, Mónika! Samantha, honnan érkeztél? Há, innen a szomszédból. Józsi barát műsorából. A segítség szőrösöm ellen, de elakadt benne az epilátor adásból. Arra kérlek, Samantha, hogy mesélj nekünk az UFO-val való találkozásról. Bejött hozzám egyik este egy borzasztó ronda lény. Először azt hittem, hogy az élettársam az. És akkor jött haza a kocsmából, de aztán rájöttem, hogy nem lehet, mert hogy közeledett hozzám, akkor se ütött meg. És csak annyit mondod, hogy tetsző genya, vagy valami ilyesmi. És ezt te elhitted neki, hiszen te egy tanult ember vagy, megvan mind a négy általánosod. Aha, hogy? A negyedik kétszer is megvan, Maonika. Vissza tudsz emlékezni, Samantha, hogy mi történt még akkor? Bejött, és nekem ennyi elég volt, hogy levegyem a lábáról, azt erőszakkal közösüljek vele. És aztán ez a lény rögtön el is ment? Nem, hát kicsivel utánam. Valóban ekkor lettél terhes először? Nem, először ő lett terhes, és aztán lettem én terhes. Most pedig következik Samantha élettársa, Ronaldo, aki szerint Samantha csak kitalálta az UFO-s történetet. Ronaldo. Bejössz ide? Úristen! Miért ütő? Miért ütő? Miért ne? Idióta szerencsétlen! Elnézést, Mónika! Kérlek, Ronaldo, üdvözöllek a műsorban. Egy picit próbálj megnyugodni, Samantha. Én már megnyugodtam egy szóval, kicsit. Szóval, Ronaldo, te nem hiszel benne, hogy Samanthának egy UFO-val lett volna intim együttléte? Micsodáj, Mónika! Úgy értem, hogy szexuális kapcsolata. Jaj, dugtak-e? Nem UFO volt az, részek Kondrák Pista volt, tudom én. Azzal a tetüládával csalsz. Nem igaz. Te kockál, hogy fogsz dögleni. Maradj már csendben. Úristen. Megöltek a bátyámmal, te. Kérlek. Jó, játsszuk le a meccset a bátyáddal. Ronaldo, Ronaldo. Síra. Ronaldo. Maradj már csendben. Ronaldo. Kérlek, nyugodjál meg, szeretném folytatni a műsort, jó? Látod, köszönöm. Milyen? Látod. Köszönöm szépen. Samantha, te ezt a lényt többet nem is láttad? Hát dehogy nem. Hát még aznap este. Próbálok közeledni. Csak előtte jött kettő másik. Hát így lett három ismeretlen az este. Ne mondjad már, nem idege volt. Két szemem süljön ki forró zsírba, nem így volt. Halálkereszt ott van a homlokodon. Mónika! Mónika, ne higgy neki! A tengert ne lássam még egyszer, megmondom az őszintét. Megfejellek, úgy leszakad a tarkód. Mit fogsz csinálni? Mit fogsz csinálni? Mit mondtál útkor? Mit csinálsz a fejemmel? Maradj már csendben, megmondom az őszintét, Mónika. Megmondom. Ronaldo, volt, bele is szerettem. Oda üljél vissza a helyedre, te macsak. Szóval mondd meg, hogy mit szeretsz benne, könyörgöm. Mónika, azt a gyönyörű fogait szeretem, mert hogy több volt neki, mint bárkinek a faluba. Ronaldo, én úgy tudom, hogy valamit szeretnél mondani Samanthának, igaz? Szeretnék nagyon fontos dolgot mondani neked. Akkor parancsolj. Meghatódjon. Parancsolj. Őszinte szép dolgot. Parancsolja. Samantha, fogad szeretette ezt a rózsát, mert úgy meggyötörté, hogy a maradék fogaimat is kihúzattam. Adjam enked a rózsát! Messze szeméte, megcsolta a kannaváróval. De úgy fejbe rúglak, letépem a fejedet és belállok a tüdődbe. Megcsolt! Ronaldo, kérlek, ültessük arrébb, jó? Hadd nem csoltalak meg téged. Ülj oda arrébb. Nem csoltam. Egy pillanat, ezek elég súlyos vádak. Mit mondasz erre? Csak kalandok voltak, kicsapongás. Kalandok! Mónika, egész éjszaka hívtam a Western telefonon. De ez csak hempergődzett a rohadt
fájjal, ez a mocsok aljadék, ez a lát, ez a üte. Arra kérnélek, Samantha, kérlek, terméknevet ne említsünk, jó? Köszönöm. Kivel csalt? Egyetlen egy emberrel nem csalt meg, a Lenin szoborral. Mindenki mással megcsalt, Mónika, mindenki mással. Gyere ide. Ne, gyere nekem, mondjál békén, te szemét! Úristen! Adom ütlek! Mónika, ez a kis pénz, ennyit kell verekedni, vagy mi van? Úristen! Össze-vissza kuszáltad, össze-vissza kuszáltad. Jaj. Ronaldo. Utálatos ember. Ronaldo, így nem fogjuk tudni folytatni a műsort. Kérlek, hogy higgadj le. Örülj neki, hogy nem nyúl vagy. Hogy több fogad van, mint farkad. Ide figyeljél, húzzál bőrt a fogadra, nagyon gyorsan. Olyan pofont kapsz, össze-vissza szeled magad. Taknyodon csúszó végig. Szerencsét. Ember ez, Mónika? Samantha, igaz, hogy Ronaldónak néha eljár a keze? Nem igaz. Eljár a keze? Mónika, hát ez nem dolgozik. Hát ez egy egész nap ül a kocsmába, semmit nem csinál. Úgy értem, Ronaldo, igaz, hogy néha fizikálisan bántalmaztad Samanthát? Soha nem bántottam. Volt olyan, hogy egy picit megfogtam, és megrugdostam a valagánál fogva, hogy pályán. Hogy kapjál szép rákot, te. Ja, játsszál már. Mi lesz majd, mi? Samantha, Ronaldo. Hogy nézel ki? Samantha. Hogy nézel ki? Nézd már, így néznék ki. Leköpném magamat. Mónika, életében még nem vette a bőrkabátját, tudja? Hát van egy gyereketek, könyörgöm. Ő a legfontosabb ebben a helyzetben. Mi lesz most a kis Lüsszeszitával? Nem én vagyok az apja, mondtam én. Mondtam, hogy csináljunk dénes tesztet, azt kiderül ki az apja. Kiderül. Egy ufó. Na most... Az a baj, Ronaldo, hogy itt van a DNS teszt eredménye, és ez azt mutatja, itt van nálam, hogy a gyerek apja nem UFO, és nem is Ronaldo, hanem ki? Egy... Ki? Ki? Mondd már k***a! Egy... Úristen! Ki a gyerek apja? Úristen. Mondd meg, kiverem belőled a szart! Úristen! Mit akoskodsz már? Egyik UFO, na! Köhög ki a nevét! Szóval, aki a gyerek apja... Most már én is kíváncsi vagyok, várjál már! A gyerek... A gyerek... Hagyd már békébe, üljél le! Szóval a gyerek apját úgy hívják, hogy Tüdő, ő következik. Most Tüdő. Maradj, te még egyszer hozzányúlsz, tetnire le lesz-e ütve, érted? Most figyeljed a műsorvezető. Ne bántsad már, nem ember. Érted, nem azért vagy itt fenn, hogy csináljad itt a fesztivált a világba. Mire emlékszel arról az éjszakáról? Az az igazság, hogy azon az éjszakán tudatmódosító szerek komplex hatás alatt állottam. Először csavarlazítót fogyasztottam szúnyogriasztóval, és utána beküldtem rá 8 gömbkólát. Érdekel! Maradjál! Különben Mónika, ez úgy van, hogy én annyira is arra emlékszek, ami az 1000 forintnak bármilyen közös többszörös. És utána már csak... Utána... Véle? Nem, mert te csak egy falusi vagy, ő meg egy... A befogom a hajadat. Kívüli. Van egy ilyen jaguáros plédem, azon feküdtem magamnak keresztbe, seggemből kilógott egy pénztárszalag, és konfektit büfentettem. Ő az UFO, Mónika! Ő az UFO! Maradjál! Mi van? Önök a Mónika Show utolsó adását látták. Mónikát a húga öltöztette. Samantha kék-zöld foltjait Ronaldo biztosította. Ronaldo, az ütős megoldás.